A Dombóvári Sportágválasztó alkalmával számos közkedvelt sport mellett olyan kevésbé ismert lehetőségeket is kipróbálhattak a fiatalok, mint például a jégkoronghoz hasonló játék, a floorball. A jégkorongosoknak volt ez általában Svájcban, az északi országokban volt ez a sport. Ők találták ki a jégkorongosok, hogy amikor nem játszottak, vagy nem volt bajnokság, akkor terembe lehetett ezt a floorballt játszani. És hát hazánkban talán 89-ben jött be ez a sportág. Lehet kiskapura játszani, az három fővel játsza, és van nagykapu, az 5+1 fő. Az körülbelül hasonlít a jégkoronghoz is, egy 40 méteres palánk, hosszú palánk, 40x20 méteres, azon játszunk. Hogyha van olyan terem, akkor föl tudjuk állítani. Majdnem olyan, mint a jégkorongos kapus, tehát olyan védőfelszerelése van, ruhája is, térvédője, maszkja van. És a kispályásnál ott meg három, általában egy védő, két csatára játszanak. Jó mozgásképességének kell lenni, és az, hogy gyors reakció. Tehát itt nagyon, nagyon lényeges az, hogy gyorsan föl tudja mérni, hogy most támadásba lendülünk, védekezünk, vagy esetleg passzolunk egymásnak. Hogy ezt pillanatok alatt fel kell, tehát egy olyan készség kell legyen, hogy rögtön tudjon reagálni. Gondolkodást, meg a stratégiát, ilyesmit, az biztosan, úgyhogy ezt ajánlom a kisebbeknek is, nagyobbak, és második osztálytól kezdve talán akkor már érdemes ezt a sportot elkezdeni, akkor már meg tudják a gyakorlatokat is tanulni, mert elég sok technikai gyakorlat is van. A fiatalok a régóta közkedvelt tekézést is kipróbálhatták. A golyókkal és bábukkal űzött sport, illetve játék lényege, hogy a tekebábukat a tekegolyók bizonyos mennyiségű gurításával el kell dönteni a pályán. Dombóváron 70 éves múltja van már ennek a sportnak, az egyesület tárt ajtókkal várja az utánpótlást. Ez egy komoly sport, izomerősítő, láb, derék, kar, kéz, és aki megkedveli, az meg is szereti egy életen keresztül. Izomfejlesztő szinte minden mozdulat, a lábtól kezdve, a derékig, a karig, a kézig, meg hát ugye érzés kell hozzá, hogy hát eltalálja a bábukat. Ugye az egyéntől függ, hogy most megkedveli ezt, vagy nem kedveli. Mostanában nagyon lecsökkent a létszám, akik lenne utánpótlás. Egy kislány az nagyon ügyes volt, azt meg is dicsértem akkor, amikor elment. A fiatalok, akik a Dombóvári Sportágválasztó alkalmával kipróbálták a tekét, ők terit gurítottak a könnyebbség kedvéért, azaz az összes bábú visszaállt minden egyes gurítás után. A Dombóváron működő 27 sportegyesület közül 20 képviseltette magát a sportágválasztó rendezvényen. Az óvodásoknak külön programmal készültek a szervezők. Mind az 5 helyi óvodából itt voltak, volt a részükre egy közös mozgatás, egy ilyen kis aerobikos közös torna, majd ezt követően körülnéztek itt a sportok lehetőségeit illetően, és a számukra egy sorversennyel zárult a mai délelőtt. A sorversenyen pedig 10-10 csemete küzdött egymással, a többiek pedig, akik itt voltak, drukkoltak. Nagyon szép számmal megjelentek ők is, volt, amelyik óvodából közel 50-en jöttek. A sportágválasztó remek lehetőséget kínált a diákok számára, hogy mindenki megtalálja a kedvére való mozgásformát.